A Dunakanyarból Málenki robotra elhurcolt svábok szenvedéseinek állít emléket immár negyedik éve a Zebegény és Kálkápolna közötti háromnapos úgynevezett Málenki robot emléktúra. A csapat január 4-én indult a településről a közel 130 kilométeres emlékmenetre, amelyről Himmerenikő, Cserem Zoltán és Kósa János tartott előadást a Tudásfalva rendezvénysorozat legutóbbi alkalmán a Zebegényi Általános Iskola ebédlőjében. Faludi Károly, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a szervezet tevékenységéről és a hagyományőrzés fontosságáról beszélt. Meg szoktam kérdezni, hogy hallottak erről valamit. Azt kell, hogy mondjam, hogy Németországban semmit nem tudnak erről. Hát csak annyit gondolok, hogy itt szeptemberben, októberben egy filmforgatás volt, és itt volt a Klaus Mario Lamberl, akivel egy hónapon keresztül sikerült, hát szinte naponta, mert édesanyám házában forgattam, és beszéltem róla, nem is hallott róla, nem is tudtam. Nem is tudják, hogy Magyarországon félmillió. Tehát nagyon fontos a hagyományőrzés, nagyon fontos az emlékek megőrzése, és ennek azért nagyon lényeges, hogy ilyen még egyszer nem volt. Pauli Sinecné Willem Vera, a Sonnenblumen hagyományőrző alapítvány elnöke megköszönte a túra résztvevőinek, hogy emléket állítottak, és évről évre felhívják a figyelmet az 1945-ös eseményre. Remélem, hogy jövőre január 1-én sokkal többen lesznek Zebegényről, meg máshonnan is ezen a túrán, hogy van ez, hogy bármennyi kilométert, bármilyen szakaszt megtegyenek ezen az úton. Az emléktúra ötlete 2015-ben Kosztra Gábor fejéből pattant ki. A Nagymaroson élő matematika történelem szakos tanár apai nagymamájának családjából többeket elhurcoltak a Szovjetunióba, ezért közvetlenül is megérintette a tragédia. Kósa János egy nagymarosi kurzuson hallott először a túráról, és elvállalta, hogy elterjeszti hírét a zebegényiek körében. Először nem állt szándékában indulni a túrán, egy nappal korábban döntötte el, hogy akár egyedüli zebegényiként is részt vesz rajta. Már akkor megfogalmazott bennem, hogy milyen szép lenne, hogyha a zebegények zebegényből indulnának el, a nagymarosok nagymarosok, kismarosok kismarosok, de mi egyedül voltam, és még tényleg az egész annyira új volt, és inkább azért mentem el, hogy jövőre akkor egy kicsit a dolgok tudatában tudjam terjeszteni ezt a hírt, és egy kicsit hitelesebb legyek. Ezért én leutaztam a vonattal Nagymarosra, és ott nagymarosiakkal indultam el. Az egész társaságot talán kettő embert ismertem. Idén már többen is csatlakoztak Kósa Jánoshoz a településről. Vele tartott Cserem Zoltán extrém túrázó, és Himmer Enikő is, aki legfiatalabbként és egyedüli nőként vágott neki a kemény túrának. Örökké feszegettem a határaimat, amióta beteg vagyok, tehát próbálok minél többet futni, minél többet tornázni, minél veszebbre menni, minél hosszabb túrákat menni. Tehát ezt én kihívásnak tekintettem, főleg amikor mondták, hogy ez a nő még nem ment végig. Mondom, anya, én ezen végig megyek. Második nap, nem is már másnap volt még. Mondom, azt mondtam anyukámnak, hogy végig megyek, akkor nem mehetek haza. Polgár Balázs zebegényi diák polgármester az előadás szervezőjének kérdéseire a három túrázó beszélt többek között a szükséges felszerelésekről, az időjárási körülményekről, a mentális és fizikai felkészültségükről, motivációjukról, a felmerülő nehézségekről és a holtpontokról. Elmondták, hogy a helyi iskolákban szállásolták el őket, ahová autóval szállították csomagjaikat. A túrán csak a legszükségesebb dolgokat vitték magukkal, hiszen a hosszú út folyamán a legcsekélyebb súlyt is nehéznek érzi az ember, mondta el Cserem Zoltán. Ilyen esetben jól van nálunk izotóniás ital, meg magnézium, hogyha görcs áll az ember lábával, ezt megverni, kicsit így elébe lehet borni a dolgoknak. Hát meg üzli szeretet az, ami a vészhelyzet esetén mindig jó, ha van egy üzli az ember, és csokikát, vagy valamit meg lehet tenni. Túlzásokban nem szabad esni, mert annál nehezebb a táska, és egy hosszú távon még egy 5 kilós táska is nagyon nehéz tud lenni.
Az emléktúra résztvevőihez szakaszonként általános iskolás diákok csatlakoztak, az állomásokon a helyi önkormányzatok képviseletében küldöttségek fogadták őket. A januári zord hidegben reggelente 5 órakor indult útnak a csapat, és bár a kitartáshoz elengedhetetlen volt az elszántság, a legfőbb ösztönző erőt a jó társaság jelentette. Kósa János elmondta, a túrázók több mint felének van valamilyen érintettsége a Málenki robot kapcsán. Ez szintén motiváció a résztvevők számára. A célállomáson Kálkápolnán kisebb ünnepséget tartottak a 3 napos túra végén. Miután hazaértél, és akkor érezted, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy visszatudtunk térni a családunkhoz, a gyerekeinkhez 3 nap után, és ők viszont nem. Ez egy iszonyat dolog, és jó volt hazajönni, ugyanakkor, amikor ezek a gondolatok bennünk felébredtek, akkor meg borzalmas volt. És hát nem akarok belemenni, mert tényleg hosszú lenne, de ezekre belegondolni nagyon nehéz, és nem könnyű. De kell, és emlékezni kell, mert ebből csak többre teszünk. A Dunakanyarból Málenki robotra elhurcolt svábok szenvedéseinek állít emléket immár 4. éve a Zebegény és Kálkápolna közötti 3 napos úgynevezett kicsi túra. A csapat január 4-én indult a településről a közel 130 kilométeres emlékmenetre, amelyről a 3 zebegényi induló Himmer Enikő, Cser M. Zoltán és Kósa János tartott előadást a Tudásfalval rendezvénysorozat legutóbbi alkalmán a Zebegényi Általános iskola ebédlőjében.
Nekem ez egy ilyen koncentrált, háromnapos El Camino volt. Többen is mondták, hogy ez igazából az. Nagyon sok hullámvölgyel, és ezekben a hullámvölgyekben találod meg igazából a motivációt. Szóval a motiváció akkor jön, amikor nehéz, nem amikor jó és könnyű. És olyankor olyan mélységeket tudsz elérni gondolatban, hogy egy fantasztikus utazás, egy életre szóló élmény az biztos. Saját motiváció, ugye már az elején is említettem volt a Gábornak, hogy mivel nekem nincsen személyes kapcsolatom ugye a Málenki robothoz, mivel az én őseim ugye nem itt éltek, ők nem élték meg ezt. De viszont belegondoltam, azokban az időkben nem csak ezek az atrocitások történtek, és a többiekkel is beszélve, mert a több mint a fele a túra résztvevőknek hát nem voltak személyes érintés. És akkor eszembe jutott, hogy az én nagyapám is orosz fogságban volt több évet, kb. Ugyanakkor, és úgy gondoltam, hogy ez már egy motiváció, egy. Az elején már volt gondolat, mert nehezen indultam neki. Nekem ez volt a nehéz. Inkább agyban nem volt hozzá hangulatom, de aztán megjött a kedv, meg jobb volt a társaság.
Szerintem a legfontosabb az, hogy, hogy emlékezzünk azokat, akik, akikért van az emléktúra, és hogy mindenki tegyen hozzá, amennyit ők tud. Most idén volt egy nagyobb kezdeményezés, azt, hogy Zebegényből ne gyalogoljunk Nagymarosig. Ez szerintem teljesíthető, szerintem 90%-unknak. Úgyhogy én erre mindenkit bátorítom, legalább ennyire, ez az egyik. A másik, de hogyha nem is, hogyha csak gondolatban, Facebook követéssel, imával, valamivel erre a három napra csatlakoznak az emberek a faluból, ez egy fantasztikus dolog, nem is kell több. Szóval ne akarjunk túl sokat sem, ha tudunk többet, akkor persze, induljunk el. Remélem, hogy jövőre talán valamilyen támogatással meg tudnánk azt is oldani, hogy amúgy is van egy kísérő autó, de az inkább arra van ilyen vészhelyzetre, hogyha valaki tényleg nem tud tovább menni, akkor alkohol B-pontig még el tudja vinni egy buszállomás, vagy vonat, vagy nem vissza tudja jönni, vagy valami. De hogy legyen egy olyan kísérő autó, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy három napra részt szeretnék venni, de én napi 5-10-20, nem tudom mennyi kilométert tudok megtenni, és annyit vállalok be, és akkor ez a kísérő busz, akkor egyik állomást a másikig el tudja vinni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó megoldás lenne, mert tényleg egy nagy ajándék. És nem hiszem, hogy egy olyan nagy befektetés lenne, vagy olyan nagy anyagi ráfordítás kellene az, hogy ezt meg lehessen valósítani, és én beszéltem a marosiakkal is, és szerintem erre van esély. Jövőre ugye 75 éves évforduló, reméljük, hogy tényleg méltóan fogunk ünnepelni, hát ünnepelni, hát ez nem jó szó, de emlékezni, igen, köszönöm. Én úgy gondolom, hogy volt hétfőn, hogy lenne hétvégén ez a túra. Ember, mit tudom én? Tehát szerdán derül ki, hogy most egyáltalán időm lesz, és akkor még hozzátett, hogy 140 km neked menni fog, és én pislogtam nagyobbat a számítógép előtt, hogy nézem az üzenetet, basszus, ez rengeteg. Meg azt is mondtam, hogy hát még végig nem ment rajta. Na, majd akkor leszek én. Na, szerda este ki is derült, hogy nem fog semmi akadályozni abban, hogy én erre elmehessek, és hívtam is Jánost még este, 7-8-kor elég későn, hogy beférek-e még, nem is tudtam, hogy most konkrétan mikor indulunk, meddig megyünk, hogy megyünk, kivel megyünk, nem tudom én. És tulajdonképpen az lett a vége, hogy én lettem az első nő, aki mind a három napon és a túra teljes hosszában végigjárt, ráadásul a legfiatalabb.
vallásos hívők. És ez engem nagyon meglepett, hogy, és látszott rajtuk, hogy, hogy ez nekik nagyon nagy segítség. És az, hogy a másik nap mind siettünk ahhoz, hogy Gyöngyöspatára elérünk a misére, a tavaly előtt pont Vízkereszt napjára esett az a szombati nap, és az, hogy odaértünk, az egy fantasztikus. Már én akkor nem értem Gyöngyöspatára, és ez most egy percet kérem, ez egy személyes élmény, hogy, hogy második nap volt egy nagyon-nagyon mély pont, amikor úgy voltam, hogy na most eladom. Nagyon szerettem volna végigmenni, de akkor már például volt egy olyan időszak, amikor egyedül mentem, és csak úgy tudtam menni tovább, hogy minden egyes lépésemet számoltam. Mert mondom, másképp nem tudom elterelni a figyelmemet a fájdalomról, úgyhogy muszáj volt számolnom, és számoltam minden egyes lépést, és akkor valahogy elértem a következő megállóhoz, ahol összetalálkozott az egész csapat, és akkor mondtam, hogy hát fiúk, sajnos én nekem ennyi, most jó, van egy kis autó, én beülök, és akkor megyek. És akkor az egyik tulatársam akkor mondta, hogy figyelj, gyere, maradok én veled, és megyünk tovább. De mondom, de Kábor, tudom, hogy el akarsz érni Gyöngyöspatára a misére, hogyha vele maradsz, nem fogsz elérni a misére. Azt mondja, nem, azt mondja, az, hogy veled maradok, az többet ad, és megéri, és többet kapott a Jóistentől az, hogy én most veled vagyok. És ez annyira megható volt, hogy szinte, nem tudom most, én csodaként értem meg, hogy pár, hát egy fél percig kb. Nem éreztem semmi fájdalmat. És akkor ez olyan erőt adott, hogy elkezdtünk beszélgetni, menni, és végigcsináltuk. És az egészben a isteni ajándék az volt, hogy mikor beérkeztünk Rózsaszent Mártonra, akkor gyönyörűen hátulról megvilágított, megsütötte a nap a templomot, és akkor Gábor mondja, hogy de figyelj, gyere, kérdezzük meg, biztos itt is van mi sem. És akkor a legelső hölgyet megkérdeztük, hogy persze most van, mit tudom, negyed óra múlva lett volna. És bementünk a Rózsaszent Mártoni templomba, és egy gyönyörű mise volt. Hát kicsit furcsán néztek ránk, hogy ilyen túra cuccba, meg nyakig sárosan mentünk a templomba, de valahol őket is megérintette, és a polgármester asszony megtalált, és utána bemutatott az ottani bányászmúzeumot. És hihetetlen csodák történnek ezen a túrán, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt nekem megadtam. Azt szeretném még hozzátenni, hogy rájöttem a túra folyamán, hogy valakit meg szeretnénk ismerni közelebbről, akkor vagy inni vagyunk vele, vagy vigyünk el túrázni, tehát ez a kettő módszer nagyon jó. Ugye most utóbbihoz volt szerencsém, tehát három nap alatt nagyon sok mindenről lehet sok mindenkivel beszélni, és tényleg fantasztikus dolgokat tudtam meg a fiúkról, akikkel mentem. Illetve persze vannak olyan szakaszok, amikor egyedül megyünk, és csak megyünk én, ezt ilyen éberkóma állapotnak szoktam megélni, hogy csak megyek, nem tudom, nem is gondolok semmire néha, tehát annyira megyek, aztán egyszer úgy fölébredek, és nem tudom, mit történt az utóbbi órában. A lényeg, hogy itt vagyok még itt is. Itt vagyok, nagyon szuper mehetünk. Hát igen, vannak a holdpontok tulajdonképpen, nem tudom, egyszer csak fölébredünk belőle, de nincs nekem úgy semmi, ami ezen így átlendítene. Tényleg olyan, mint egy kis szunt ilyen menet közben. És van a harmadik variáció, ugye az, hogy egyedül mész, az, hogy ketten-hárman beszélgettek, és a harmadik variációt ebben az évben láttam, és ez nagyon megható volt, hogy a Heinzinger Miklós a kis fülhallgatóval hallgatta a nagyapja hangos könyvét. Úgyhogy ez egy fantasztikus kép volt visszanézni, és látni a Miklóst, hogy így belemélyedve a gondolataiba, és szinte beszélgetve a nagyapjával járta végig ezt az utat. Ez egy csoda volt. A negyedik aspektus pedig a fotós, amikor neki is valahol menni kell. Percegettük a holdpontokat. Az lenne a kérdésem, hogy nektek, számotokra volt-e valamilyen
mert igazán mély holtpont, János erről beszélt az imént, hogy nektek inkább sok apró, vagy volt egy olyan, amikor na, most reggel fölkelek és én nekem ennyi volt, tehát hogy volt-e ilyen holtpont, ilyen nagyon-nagyon mély? Nekem sok volt. Nekem már az elején. Második nap éreztem, úgyhogy már nagyon kezdtek kikészülni, de Zolival vezettük a csapatot az élen, és ő úgy fölbosszantott valamint, tehát már annyira fájt a lábam, hogy tiszta nyűgös voltam, és ő még nyomta a saját szövegét, és annyira bepipultam, hogy már futottam előre, érjük már adott, pakoljuk le, valamit csináljuk. Kis motiváció. Motiváció. Nekem így sikerült, tulajdonképpen. Nekem még volt egy négy pontom, az a harmadik nap elején volt. Ugye első éjszaka már nagyon rossz volt, de mikor reggel felébredtem, már picit jobb volt. És ebben reménykedtem a második éjszaka után is, hogy kicsit jobb lesz. És akkor ilyen éjjel 4 órakor felébredtem, és ki akartam menni pisilni. És hát 4 kézláb tudtam csak kimenni, és akkor azt mondtam, hogy hát basszus, ebből nem lesz reggel elindulás. És annyira, akkor visszafeküdtem, nem tudtam visszaaludni, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy basszus, annyira végig akartam volna ezt csinálni, és olyan jó lett volna, és így meg úgy. És akkor így lázadtam, és de Istenem, hogy miért nem így meg. És akkor ott egy pillanat, amikor az egész így átbillent, hogy jó, oké, legyen meg a te akaratod. Ha te úgy akarod, hogy ne jussak el oda, akkor nem fogok eljutni. Ha úgy akarod, hogy eljussak odáig, akkor el fogok jutni. És akkor egy olyan békesség döntötte el a lelkemet, hogy azt mondtam, jó, oké, ennyi. És akkor reggel, amikor felébredtem, persze nem lett jobb, de mondom, ha tovább megyek, ha nem megyek tovább, úgyis fel kell öltözzek. Úgyhogy felöltöztem. Ha megyek, ha nem megyek, össze kell csomagoljak, összecsomagoltam. Ha megyek, ha nem, hát fel kell öltözzek. És akkor így felöltözve menet készen, kimentem az iskola elé, és akkor mondom, hát most már mindegy, hogyha még 50 métert megyek, akkor is még az egy plusz, még egy valami. És elindultam, és nagyon-nagyon fájt, és tényleg azt hittem, hogy csak 50 métert, meg 100-at, és akkor így mindig, na még egy 10 méter, még egy 100 méter. És akkor végig az volt a célom, hogy na Gyöngyösig érjek el, az még 10 km Gyöngyös patától, de ezen az útszakaszon volt egy olyan szerencsém, hogy az előző túra, úgymond outsider-e, aki Pest éjszakából, és a kettős Tamás, nem tudom, valaki ismeri, mindegy, ő oda jött hozzám, és mondja, hogy figyelj János, de hát tavaly nekem is nagyon rossz volt, de adtak valami fájdalomcsillapítót a fiúk, és utána én teljesen mondtam is, hogy hát ez így könnyű. Mondom, hogy jó, akkor Gyöngyösen utolértük a többieket, és adtak tényleg egy fájdalomcsillapítót, és nem azt mondom, hogy nem fájt már a lábam, de úgy tűrhető volt. És ennek a segítségével tényleg én is azt mondtam, hogy ilyen, ez így is lehet, hát ez tényleg könnyű. Érdekes, hogy a pesti éjszaka után még nem egészen tudtam, milyen gyógyszer kapott, de ezek szerint hatásos volt, ez volt a legfontosabb. Egy olyan kérdés jön, ami bizonyára mindannyiunkban így általánosságban megfogalmazódik felétek. Mi volt a legnehezebb? Ugye a képeket elnéztem és mosolyogtam, hogy mi volt a legnehezebb, alatt érthetnénk a terepet, az időjárást. A terepen, a képeken nem láttam olyan Tátra jellegű hegyeken, ugyanakkor azért 2 nap tél, 100 km után a napraforduló utcása lenne kedvem megmászni, tehát ilyen szempontból azért ezek a tájak, amiket itt most is látunk, már nem olyan könnyűek, de az időjárást is mondhatnám, ugyanakkor azt is láttam a képeken, hogy kijutott azért nektek hideg és idézőjelben meleg, tehát csodás napsütés, de nagyon szabad idő is. És a kérdésnek a másik oldala, ami volt a legnehezebben, az, hogy szellemileg, mentálisan bírni, vagy fizikálisan bírni. Ezt ilyen is, olyan is elhangzott már, de ha meg kéne ezt fogalmazni, akkor melyik mellett tennétek le a voksot? Nem véletlenül mondtam, hogy nekem mentálisan nem volt probléma, mert én tényleg nagyon-nagyon szerettem volna ezt teljesíteni, csak azért is. Tehát ezzel nem volt baj, viszont fizikailag megterhelőnek éreztem. Tehát tényleg a bokám, a bal bokám, az majd meghaltam, hogy fájt szinte. Aztán utána ez a fájdalom nőtt érdig.
még jobban, de talán megint ilyen rájöttem valamire, amíg ott voltam, tehát hogy én azt hittem eddig, hogy én szeretem a havat. Mondjuk, igen, aztán mentünk majdnem egy napon keresztül szakadó hóba, mondjuk először tetszett, hogy jaj, már egy centi vastag a kapucni, mondtak, jó, a sálakból is kirázom, rá vagyok a sálam, úristen. Aztán mindig fúj az arcomba, fúj a hideg van, eláztam, tiszta víz vagyok, izzadok is. Megállok, majd megfagyok. Nem, tehát ez egy nagyon megterhelő dolog volt, tehát tényleg, hogy fizikailag is fárasztó, mármint hogy a gyaloglás, egy fizikai munka, illetve hogy az időjárással kombinálva ez egy borzasztó kombináció volt szerintem. Igazából mind a kettő nagyon nehéz. Nehéz a mentális is, meg a fizikai is, de egy idő után átbillensz. Átbillensz, mert kezded érezni azt, hogy a nehézségért kapsz egy utalmat. És egy idő után annyira rákattansz erre a utalomra, hogy a fájdalmat már nem érzed, és vagy azt mondod, hogy ez megéri. És abban a pillanatban, amikor ezt úgy megérted és megérzed, akkor már egyre könnyebb kezd lenni. De nyilvánvalóan mind a kettőnek van szerepe, mind a kettő nehéz, de a legfontosabb az, hogy elindul. Aztán lesz valami. Nem mindannyian vagyunk egyformán, nem mindannyiunknak ugyanaz az utunk. Én picit most lehet, hogy előre megyek, arra bátorítom azokat, akik elindulnak, hogy ezen ne nagyon sokat gondolkodjanak, hogy végig tudom csinálni, nem tudom, fogom bírni, nem fogom. Nem tudja, senki nem fogja tudni. Erre nem lehet választani. Még ezt meg kell találni a választ, ezért kell elindulni. De mindenféleképpen a komfortzónából ki kell lépni, és én azt tapasztaltam az életemben, főleg az utolsó időben, hogy ahányszor kiléptem a komfortzónából, az egy fantasztikus jutalom követte. Úgyhogy mindenkit bátorítok. Sajnos ezen az emléktúrán én még nem vettem részt, viszont egy szűk 51-48 km-es túrán már részt vettem, tud egy hölgy, aki tudja, miről beszélek. Először, amikor azt teljesítettem, onnan tudok csak viszonyítani felétek, de amikor azt megtettem, akkor azért egy középiskolásként, még középiskola közepén jártam, azért egy jó hétig éreztem a lábamba, és az csak egy nap volt. Amikor hazaértetek, nálatok mennyire érződött a túra, miután hazaértünk, lenyugodtunk, iszunk egy bögre teát, de mikor tudtatok kikelni a fotelból? Négy kezdet másztam ki az ágyból, hajnali 2-kor, miután hazaértünk, tehát még egy kicsit beszélgettem anyukámmal, tesóval, lefeküdtem, felébredt, ugye akkor fogyasztás történt, még kakából nem, majd úgy jöttünk haza, lefeküdtünk alattunk. Hajnali 2-kor felül, úristen, mindjárt meg fogok halni, leszakad a derekom, minden a fáj, és akkor így átgördültem másik oldalamra, le a földre föltápászkodtam, remegett a lábam, majd utána még 2 napig szedtem fájdalomcsillag, így volt, nem bírtam ki máshogy. Első évben, hát szerintem több mint egy hét, 10 napig, nem tudom, ha jobban emlékszem, 10 napig. Hát olyan 10 napig tényleg, most nem akarom azt mondani, hogy hogyan jártam, de tényleg itt beszartam volna mindenkinek. Na, de jó érzés volt, szóval jó volt ez a fáradtság. Szóval. Viszont ebben az évben, igaz, hogy nem 3 napot volt, hanem 2-t és egy picit, érdekes módon semmi, de tényleg abszolút semmi. Sem izomlás, nem tudom miért, pedig semmi, ugyanúgy semmi felkészülés, semmi előedzés, ugyanúgy indultam idén is, mint a tavaly, de valamiért most nem tudom, nem volt semmi, úgyhogy nem tudom. Ennyit számít, hogy mentálisan tudja az ember, mire készüljön. Mi megkaptuk a tanácsot, hogy rögtön először másodjára kell menni a túrára, és nem lesz bajunk.
Másfelől viszont megfogalmazódott bennem, hogy lehet, hogy a kegyes hazugság nem áll senkinek elvét kellett volna a kérdésben, de félek, hogy egyre kevesebben leszünk jól. De a tréfát mellőzően azért valóban ennek az ára is megvan, de az ajándékja hatványozottan. Én csak ahogy a képeket elnéztem, már láttam, hogy ez annyira csalogató, hogy minden úgy ránk meg tudja az ember magában járni. A lelkében, a fizikai erőnlétében, szóval teljes. Hát lassacskán eltelt az idő, és jövőre 75. évforduló. Igen. Az lenne a kérdésem, hogy egyrészt így a túra alatt beszéltetek-e valamiről, beszélgettetek-e, hogy mit kéne, ebből valószínűleg mi lesz. Gondolom, hogy valami nagyobb dolgok is várhatóak a túra alatt, bármi, én nem tudhatom, hogy mi, de ami eszetekbe jut. Illetve, hogy mit üzennétek azoknak, akik úgy gondolják, hogy ezt az emléktúrát ők is teljes egészében bevállalnák, vagy milyen lehetőségek vannak arra, hogyha valaki elsőre mondjuk kockodik attól, hogy a teljesítse az egészet, de hogy vajon egy részét, ha szeretné, de akkor azt hogy teheti meg? Tehát hogyan készülnétek, hogyan készítenétek fel minket, mit tudtok tanácsolni? Hát én először is azt, hogy nem szabad nagyon belegondolni, el kell indulni. Egy nagyon jó cipő kell hozzá, egy jó bejáratú cipő, az biztos. El kell indulni, aztán majd kialakul, addig kell menni, amíg a csövön kívül. Oké. Mondjuk nagy segítség, hogyha előtte már túráztunk, vagy valamit sportoltunk előtte. Én úgy érzem, hogy felkészülés nélkül nem tudtam volna teljesíteni. Ugye tudtam magamról, hogy tudok sétálni. Tudok 50 kilométereket menni egész jó tempóval. Én járok rendszeresen túrázni, és így tulajdonképpen benne voltam a gyakorlatban egy élen is, tehát nem jelentett így akkora megterhelést talán, mint amilyen ez lett volna, hogyha nem csinálok semmit, ami engem fizikailag igénybe vesz. Tényleg a jó bakancs az fontos, mert nagyon tönkre teheti a lábat nagyon hamar egy rosszul választott cipő. És kényelmes ruha, táskát úgy pakoljunk, hogy ne legyen túl nehéz, igyekezzünk, mert nem sose sikerül, mert mindig nehéz lesz. És tulajdonképpen egy nagyon jó buli. Tehát tényleg nagyon szuper embereket meg lehet ismerni. Tehát a társaság a legjobb szerintem, amivel találkoztam. Tehát így csak így beejtettek engem egy csapat idegen közé, és mindenkivel sikerül nagyon hamar összebarátkoznom. Gyertek!
És hogyha erre lesz igény, akkor biztos meg tudjuk találni a megoldást, hogy ezt megoldjuk. Szerintem, ja, hát motivált. A többi az már jön. Sokat lehetne beszélni, de a lényeg az, hogy akarjuk valamit tenni ennek az ügyben. Valami mozdul meg bennünk, és akkor majd a többi majd kialakul. Úgyhogy itt a legfontosabb az, hogy eldöntenünk, hogy érdekel ez a dolog, akarok valamit tenni, vagy nem. Ennyi, utána a többi majd. Személyesen még van egy pár percünk, úgyhogy tényleg technikai kérdést hagyd tegyek föl, hogy azért itt mindenféle korosztály képviselteti magát, ha csak rátok nézek, már ezt látom. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy az étel, ital, van-e valami praktika, van-e valami ajánlás, hogy na ezt a típusú csokit mindenképp hoz, mert ez helyre rak meg. Tehát, hogy van-e valami olyan praktika, amiről volt szó az emléktúra alatt, hogy ez aranyat ér, stb. Ilyen esetben jó van. Szerintem mindenki azt tudja magával túrázni, amit szeret. Tehát, hogyha valaki nem szereti a marscsokit, akkor ne vigye a marscsokit, hiába mondom, hogy jól nem szeretem. Igen, mert Vanyarcon marsot vettem, Snickers helyett, hogy azt szerettem volna, és nézegettem, és nem szeretem. Most nincs valakinek egy Snickers a cserébe, voltam, úgyhogy jól jártam. Tényleg olyanokat kell vinni szerintem, hogy hullafáradtan is megeszünk. Tehát, nem tudom, szendvicseket is rájöttem, hogy hiába viszek, kikészülök, nem kell, de hazahozom, modellet a szendvics, mit csinálok vele, inkább ilyen egyszerű kalóriadús édes vasikat, vagy sósat, tényleg ez emberfüggő, meg víz, az fontos. Én gyorsan akkor így ma lesz, válaszom a kérdésem. Egy kérdésem, ha szabad. Persze. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket érjük-e három mondat, hogy azok a szerencsétlen emberek, akik hízen szeretnék, ez tárkámbolnáig, hogy milyen körülmények között mentek, mert hát ti ahhoz képest fényes szerelésbe és cipőbe és ellátásba voltak, és azok a nyomorult szerint emberek. Csak három napig élelmet vittek magukkal, akinek volt egyáltalán. És amikor bevagonyozták, akkor olyan körülmények között voltak, hogy szívva csalogáltam. És azt hiszem, ez is hogy eszetekre mindenki az emberek. Mert tulajdonképpen a túrának ez volt a lényege, hogy emléktúra és emlékezzünk ezekről az emberekről. Legalábbis én úgy gondolom. És köszönjük, hogy helyettünk megtettétek, mert jó, most már más világban, és gondoljunk arra, hogy és adja Isten, hogy ne kerüljünk még egyszer olyan helyzetbe. Senki, hogy három napot már nem. Természetesen, hogy voltak pillanatok, amikor óvatatlan, ez lehetetlen nem átélve, belegondolni. Átérezni nem feltétlenül tudjuk. Ugye Gábor egyszer mondta, hogy
hogy azért 3 napos a túra, mert hogy egy picit jobban kilépünk a komfortzónából, mert hogyha ugyanúgy 6 nap alatt akartuk volna megtenni, mint annó, akkor nekünk, akik ugye egyhogy nem a valatudattal megyünk el, hogy mi lesz majd, mikor odaérünk, hanem oké, elmegyünk odáig, és utána tudjuk, hogy jövünk haza. Szóval nem lehet összehasonlítani, de mindenféleképpen ezért, többek között ezért menjünk 3 nap alatt, és sokat beszélgetünk. És nagyon sok helyen, egyre több helyen ugye most már várnak, most már sikerült azt is kialakítani, hogy az iskolások egészen szinte Szendehely utánig már elkísérnek ilyen stafétaszerűen. Ugye a zebegény iskolások még nem zebegényből, de remélem, hogy jövőre hátra felkelnek kicsit korábban, és lejönnek Nagymarosig, a Nagymarosi diákok, a Kismarosi, a Kismarosi diákok, Szendehely, a Szendehelyi diákok tovább, és most még megszakad a fonal, de már ez is egy nagy teljesítmény, hogy ez a 4 staféta egymást után tud menni. És minden egyes alkalommal megemlékezünk az indulásnál is, szóval az egész emléktúra, folyamatos emlékezünk ezekre a dolgokra. Ugye ez az egész kicsúsosodik Kápolnán az emlékhelyen, ahol ugye legtöbbször jönnek olyanok is, akik nem vesznek részt a túrán. De most már Gyöngyösen is várnak a hozzátartozók, szóval egy fantasztikus utazás. Válaszolva a kérdésre, amit szerettem volna mondani, pedig ez egy picit az a technikai oldala, hogy péntektől vasárnapig van, péntek reggel indulunk. Amennyire lehet a zebegények zebegényből, nekem már az első túrán, mikor komfortom van egy vacsora, akkor ilyen emlék plaketteket osztanak ki, és akkor volt az, hogy első ez, első az, és akkor még csak az volt, hogy első nő, aki 2 napot ment végig, és akkor benne megszületett, hogy hát biztos van az edényben egy lány, ki végig csinál 3 napot, és hála jó Istennek végig is csinálta, úgyhogy ezért nagyon büszke vagyok, hogy az edényben az első lány. Szóval 3 nap, mindenütt első nap, értem akartam mondani, hol van. Az első nap a Nógrád sáv. Okay. Igen. A másik Gyöngyöspatán. Gyöngyöspatán ott egy iskolában vagyunk, ahol van tanúszadó, hogy ott tudunk úszni is, meg szalonázni, nagyon jó. Meg minden este persze hibászak. Szóval az egész túra tele van szőve vidám részekkel és szomorú részekkel. A részek, amikor emlékezünk azokra, akikért megyünk, részben a saját felajánlásunk, mert mindenkinek van egy felajánlása, akár a szüleért, akár a nagyszülő, akár mindenkinek megvan maga a kisgyerek felajánlása. A harmadik pedig hát ez a vidámabbik része. Úgyhogy van minden munka, kacagás, meg szomorúság, meg sírás. Igazából az élet egy kicsit beletöbörítve áradnak a születéstől a halálig. Így a végére érve az előadásnak, remélem, hogy a hallgatóságban már megfogalmazódtak, vagy kezdenek megfogalmazódni kérdések, amelyek megfogalmazódnak. Én végszóként kérdezném tőletek, hogy zárásként, ha valamit kihagytunk, ha valami bennetek felmerült, akkor nyugodtan osszátok meg velünk, és egyébként pedig mindjártok nevében mondom, hogy kérdésekhez rendelkezésre állunk. Jövőre is megyek. Jó volt. Nekem is mennem kell, mert már tulajdonképpen részeket megígértem, úgyhogy most már muszáj. Majd biztos, hogyha lesznek kérdések, akkor személyesen majd személyes beszélgetés keretén belül, akkor majd azt tovább átbeszéljük. Nem, szerintem most itt nem marad bennem semmi, amit tudtam átadtam.
amit pedig nem akar gondolni, hanem személyesen azt megpróbálom mindenkinek, mindenkinek átadni. Hát akkor én lezárva a hivatalos részt, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok velünk, és mindezt megosztottátok. Remélem, hogy van kérdés. Ha így nyilvános... Na, Miksa? Hát, milyen érzés volt, hogy így végigcsináltátok, és hogy végre volt, és végigcsináltátok? Jó volt aludni utána. Egy jó ügyér szól ez az egész. Őszintén szóval, egy kérdésre válaszolva, én itt nem igazán gondoltam bele, csak így most, ahogy beszélgetünk, hogy milyen lehetett annól azoknak, akiket elhúzoltak. Úgyhogy nekünk lényegében tényleg csak egy szórakozás volt. Én a végére már nagyon elfáradtam, tehát hogy nem volt már így lelkileg energiám örülni magamnak, tehát ez csak így pár nappal rá, hogy csak megcsináltam, tehát így összecsinálom magam, mindjárt úgy már mindenem, de megcsináltam, úgyhogy én büszke voltam, egyszerűen, de tényleg jól éreztem magam 3 nap alatt, és köszönöm a jó Istennek, hogy tulajdonképpen meg a Zolinak, hogy elmehettem erre, és részt vehettem, mert tényleg egy hatalmas kaland, egy nagyon nagy élmény. Összekötve a két kérdést, ugye Marika néni, meg a Miksáin, a két generációnak a kérdését. Igazából ha nincs több nyilvános kérdés, akkor ahogy hagyományosan a tudásban előadásokban is szállni szoktuk, szeretettel invitálok mindenkit, hogy egy kis elemózsia falásra és egy kötetlen beszélgetésre, hogy az esetleg megbúvó kérdéseinket még a túrázókkal, emléktúrázókkal megosztassuk, kíváncsiak legyünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a másikra.